Jó estét kívánok, ez a Civis Értéktár, a Debrecen Televízió helyi értékekkel és nevezetességekkel foglalkozó műsora. A pandémiás helyzetre való tekintettel korábbi adásainkból láthatnak egy válogatást. Ismét gyarapodott a debreceni értékek sora. A Debreceni Értéktár Bizottság befogadta a Hajdúhús 2000 Kft. Tevékenységére és húskészítményeire tett javaslatot. Következő összeállításunkban a 20 éves cég üzemébe kalauzoljuk el önöket, ahol a debreceni páros ma is az eredeti receptúra alapján készül. Hagyományos receptúra alapján készül, minőségi, magyar és adalékmentes. Így jellemzi Pap István cége termékeit. A 90-es évek végén sokan úgy gondolták, hogy a városi húsüzem bezárása a debreceni húsipar végét is jelenti. Pap István 1993-ban lett vállalkozó, cégét pedig 1998-ban alapította. Nagyon kevés létszámmal kezdtük a vágást, feldolgozást nem volt, csak vágtunk, daraboltunk, aztán évről évre folyamatosan, fokozatosan, mert mindig elkezdett emelkedni. A 2000-es évekre már milliárdos nagyság árbevételek voltak, és onnantól kezdve már kellett bővíteni, bővítettük a vágó részt, bővítettük a csontozó részt, és 3 évvel ezelőtt elkészült ez a feldolgozó részünk. Az üzemben számos húskészítményt gyártanak, amelyek közül nem hiányozhat a híres neves debreceni páros kolbász sem. A termékcsaládokban gyártunk a főzőkolbász, lecsókolbász, akkor ebben tartozik a debreceni páros is, akkor töltelékárukban gyártunk vörösárut, párizsi, gyártunk virsliket, virslit gyártunk többfélét, műbeles virsli, jubeles virsli és különböző koktélvirsliket. A világszerte ismert debreciner története még az 1700-as években kezdődött. A receptúra és az elkészítési módja pedig azóta sem változott. Talán csak annyiban, hogy napjainkban már a modern eszközök segítenek a gyors előállításban. Ez a gép 5300-as fordulatszámon dolgozik, de ahogy ez a debreceni páros évszázados receptúrájában szerepel, nem darál, hanem aprít. A hajdúhúsnál standard, mangalica és kóser változatot is gyártanak. Tart, hogy kóserhús, az marhahúsból, kóser marhából, a mangalica az mangalicahúsból, mangalicánál egy 20%-os marhahúst is teszünk bele, hogy mivel kövérebb a mangalica húsunk, hogy megfogja a zsíradékot, viszont a prád, a marha prád, az viszont kötőanyagként is szerepel, meg a zsírt is megfogja, és úgy teszünk bele még egy kis mozaikot, tehát ami lehet látni kis húsdarabokat, szalondadarabokat, azt nevezzük mozaiknak. Az üzem fontos célkitűzése, hogy kinevelje a saját szakmai utánpótlását. Itt most jelenleg az üzemben 18-an dolgozunk. A gépteremben, ahogy tetszettek látni, egy 6 fő személyzettel, szakmunkás kollégával dolgozunk. Hál' Istennek, ahogy az előbb is, hogy a fiatalok zöme, szóval hogy a cégnek a képzése is olyan jó, hogy meg tudjuk tartani a fiatalokat saját munkaerőnek. A Debreceni Értéktár Bizottság döntése alapján a Hajdúhús 2000 Kft. Tevékenysége bekerült a helyi értékek közé. Emellett a cég húskészítményeire tett javaslatot is befogadta a szakmai testület. Gyártsák nyugaton is, és gyártsák Magyarországon is, nagyon sok húsüzem gyártsa, kisebb, nagyobb, viszont mi abból akarunk teljesen különböző tőlük, hogy ezeket a régi olvasmányokat, tanulmányokat, amit a szakma leír, tehát mi azoknak megfelelően készítsük, azoknak a receptúráknak. A cég idén további üzembővítést tervez. A munka hamarosan elkezdődik. A tervek szerint a fejlesztés eredményeként a jelenlegi napi 800 darabos vágókapacitást 1500-2000-re tudják majd növelni.
A debreceni festett pergament kötéseket jellemzően énekes és imádságos könyveknél használták. Az újkori hazai művészi könyvkötészet egyik kiemelkedő műhelye a Civisvárosban működött. A pergamentfestés ötlete a protestáns német nyelvterületről származik, és ott tanuló debreceni diákok révén jutott el ide. A festett pergamentkötések már részei a debreceni értéktárnak. Itt épp az látható, hogyan készült az aranyozás a régi könyvek kötésén. Ezt a technikát használták a debreceni festett pergamentkötés elkészítésekor is. Története a régmúltba nyúlik vissza. Olyan helyekről ered, Németalföldről, ahová a debreceni diákok jártak, illetve az iparos legények is régi korokban ugyanúgy vándoroltak, mint a peregrinus diákok. Németországban is ismert ez a kötés. Itt Debrecenben, Magyarországon nagyon jellegzetes hazai ízeket, színeket kapott, tehát ha ránézünk, akkor annyira sajátosan magyarnak érezzük ezeket a kötéseket, legtöbbjüket, mint mondjuk egy szűrátétes díszítést. A Déri Múzeumban is szép számban őriznek festett pergameneket, de a legnagyobb darabok a nagykönyvtárban találhatóak meg. Ennek igen egyszerű oka van. Ez a mestervizsga szokásához kapcsolódik. Tudnélik, ezeket a köteteket mestervizsga alkalmával ilyen nagyobb fóliás könyveket kötöttek be ezzel a pergamen kötési móddal, és innen kérték ki a fóliás köteteket. Ilyen méretű könyvek ugye a debreceni nyomdában ekkoriban nem jelentek meg. És azután visszakerültek természetszerűleg a nagy könyvtár gyűjteményébe. A régi könyves gyűjteményben a polcon sorakoznak a festett pergamentkötéses darabok. Bármilyen könyvre készültet mesterre megként egy ilyen díszkötés. Ez például egy Szent Jeromos összkiadásra készült kötés. A kötések általában szimmetrikus elrendezésűek, a mezőket úgynevezett szalagfonatokkal osztották föl. Ezeknek az elrendezése és kitöltése egyaránt különbözhet. Elkészítésük nagyon aprólékos munkát igényel. Elkészül egy egyszerű pergamentkötés, ez egy cselzetlen bőrfajta, és erre készítik el aztán lakfestéssel, aranyozással a festett pergamentkötést. Gyakorlatilag a szalagokkal osztják mezőre a kötéstáblát. Erre kerül rá a lakfesték. Zöld, sárga, kék, arany és lila színek általában. A mintákat apró bélyegzőkkel viszik föl. A népi motívumok dominálnak. Például a korsóból kinövő leveles ág, a rózsa, a galamb, a gránátalma és a szegfű. A meccését szokták még aranyozni, esetleg poncolni. Ez azt jelenti, hogy apró kis nevezzük vésőnek, megütögetik a már aranyozott felületet, és ebből különböző minták, sorminták, díszítések keletkeznek a könyvnek a meccésén. A könyveket egyenletes páratartalom és hőmérséklet mellett kell tárolni. Víz semmiképp nem érheti őket, hiszen a pergamen rendkívül sérülékeny. 130 évvel ezelőtt nyitotta meg olvasótermét a nagy közönség előtt a debreceni református kollégium nagy könyvtára. Ezzel létrejött a város első nyilvános könyvtára. A létesítmény azóta is nagyon fontos szerepet játszik a megyeszékhely kulturális életében. Tilos a járás, kevés. A hangos beszéd és az olvasóknak bármi nemű háborgatása a könyvállványok előtt az olvasandó könyv kiszemelése céljából való áldogálás. Regények, színművek, bárminemű mulattató könyvek, valamint a napi és heti lapok csak komoly tanulmányi célokra adhatóak ki. Az olvasó egymás után több különböző munkát is kérhet kiolvasásra, ha azonban kérései tökéletes tervtelenséget, puszta kapkodást árulnak el, felvajósítva az illetendő hivatalnok az így követeléseket visszautasítani. A könyvtár használat szabályai így hangzottak 130 évvel ezelőtt. Belépés előtt például a kalapot és a sétálópálcát az arra kijelölt helyre kellett tenni. Azóta azért már nem kell ilyen szigorú előírásoknak megfelelni azoknak, akik felkeresik az olvasótermet.
Ez a felirat jelzi, hol található a Református Kollégium olvasóterme jelenleg. 1890. február 15-én nyitották meg a nagy közönség előtt. Ezzel létrejött Debrecen első nyilvános könyvtára. Ekkoriban egy nagy változás történt Debrecen életében, ekkor lett igazán nagy várossá. Ugye korábbi időkhöz képest ekkor merült fel igazán nagy jelentőséggel ez a nyilvános könyvtári funkció, és hát nem létezett korábban ilyen jellegű intézmény a városban, bár azt el kell mondjam, hogy korlátozott nyilvánossága már a 18. században is volt ennek a könyvtárnak. Ezért is volt jelentős változás a mindenki számára nyilvános városi olvasóterem. Ezeken a századfordulókor készült fotókon látható a korabeli állapot. A feljegyzések szerint a nyitás évében több mint 3000-en vették igénybe a szolgáltatásokat. A kollégium tudatosan törekedett arra, hogy az itt felhalmozott kincseket, tudományos eredményeket, szépművészeti és irodalmi alkotásokat a széles közönség elé tárja. Ezzel is elérte a célját ez a kapunyítás 130 évvel ezelőtt, hiszen a statisztikák szerint a felhasználóknak kevesebb, mint a fele volt a kollégium saját tanára vagy saját diákja. A teremben 130 évvel ezelőtt 40 olvasóhely és 3500 mű várta az érdeklődőket. A vitrinekben az olvasóteremhez kapcsolódó dokumentumokat lehet látni. Híres könyvtárosok, mert elmondhatjuk, büszkélkedhetünk ilyennel, hogy egyik segédkönyvtárosa ennek az új létesítménynek a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett, később kolozsvári egyetemi tanár, vagy hát a kollégái között ilyenek működtek, mint Olá Gábor, aki sajnos ma már kevéssé ismerik az írói kvalitásait, de igen kiváló író volt, és például tőle is vannak ilyen könyvtári dokumentumok, de hát beszélhetnénk a nagyon ismert olvasóknak egész csokráról, tehát egy-egy kézirat erejéig rájuk is emlékezünk. Természetesen a könyvtárban vannak olyan védett iratok, amihez csak korlátozottan lehet hozzáférni most is. A könyvek összetétele koronként változott. Az angol nyelv hatását 17. századra, 18. század derekától a franciának volt nagyon nagy hatása, a század végétől a német nyelvnek. Na most itt az olvasóterem megnyitása idején már természetszerűleg itt a nyilvános olvasóteremben a magyar nyelv dominál. A könyvtár mai napig fontos szerepet játszik a város életében. A Református Kollégium és annak könyvtára évszázadok óta közvetíti a tudásnak a kincseit és a kultúrának a kincseit a nagyvilágból Debrecen felé. Ez a mind a mai napig egy aktív, élő kapcsolat. A nagykönyvtárban jelenleg mintegy 600 ezer kötet van. Az olvasótermet évente csak nem 10 000-en látogatják. A 16. században Debrecen látta el az egri várat salétrommal. Tóth Árpád és Szabó Lőrinc ugyanabban az utcában éltek. Az 1900-as években pedig volt olyan időszak, amikor 7 villamosvonalon közlekedhettek a civis polgárok. Egy újabb városrész történetének érdekességeit mutatjuk be. Folytatjuk az utcanevek eredetét feltáró sorozatunkat. Sajnos azt ugye tudjuk, hogy a II. Világháborús bombázások teljesen átalakították ezt a területet, nem egészen így nézett ki ez régen, és szerintem erről leginkább Tóth Árpád tudnak mesélni, ugyanis 3 éves korában egészen pontosan ebbe az utcába költöztek. Igen, nagyon érdekes, hogy ahol most sétálunk, itt a lakóházak között egy utca volt régen. Ezt úgy hívták, hogy Késes utca, és valóban Tóth Árpád költőnk is élt itt egykor, fiatalkorában, gyermekkorában. Ennek köszönhetően egyébként ez a Késes utca egy ideig Tóth Árpád költő nevét is viselte. Ebben a házban a Késes utca 32 szám alatt élt a fiatal Tóth Árpád. Első leveleit is itt írta. 1909. július 25-én így ír barátjának, Nagy Zoltánnak. Úgy szólván az egész napot a nagy erdőn töltöm. Sokat olvasok, s szorgalmasan tanulok franciául. Nincs ennek túl jó hangzása, ennek a Késes utcának, ez mire utal? Így van,
Eredetileg ugye állítólag az itt élő kés készítőkről kapta a nevét, de olvastam olyan forrásokat is, hogy azért gyakoriak voltak ezen a környéken a késelések is, nem volt ugyanis egy nagyon előkelő negyed. Picit visszatérve a költő Tóth Árpádra, ő ugye egy nagyon érzékeny lelkületű költő volt, és nagyon finom versei vannak. Hát ezt az érzékenységet valószínűleg nem ezen a környéken szívta magába. Nem csak egy költő lakott ebben az utcában. Szabó Lőrinc is sokáig itt hajtotta le fejét éjszakánként. Lóci édesapja debreceni évei alatt a Déli Soron és a Rákóczi utcában is lakott. A debreceniek elég nehezen fogadták be. Ő például azt írja, hogy itt egy olyan kis közösség létezett, ahova azért az új, úgymond jövevényeknek nem volt olyan nagyon könnyű integrálódni, tehát akár egy-két év is kellett ahhoz, hogy elfogadják az újonnan ide települteket. Új barátaim nem voltak még, csak a vasúti kert, Gyepe, Tücskei, Orgonái. Mert ez a nép itt, ez a debreceni, önzőbb volt, mint a régi, gyarmati, keményem inú és fürgészebb eszű. És amíg nem úgy beszéltek, hogy ű, hogy lú, meg píz, addig a gyerekek csak csúfolták a jövevényeket. Beletelt 2 év, míg otthonosan kezdtem érezni közöttük magam. Úgy tudom, hogy egy villamossin is futott itt régen. Most ugye egy parkos területen vagyunk. Így van, egy parkos területen vagyunk, és itt a lakó épületek területén valóban futottak villamossinek. Nem vagyunk ugye messze most sem egyébként a villamossinektől, de azért egy jó pár méterrel mégis az Erzsébet utcához közelebb futottak itt a Késes utca területén ezek a villamossinek egykoron. A szőnyegbombázás szinte a földdel tette egyenlővé a városrészt. Ekkor tűnt el a Késes utca. A villamosvonalat pedig a háború utáni újjáépítéskor az Ispotály utcára tették át. A villamosíneket nézve a tuja jutott eszembe, ugyanis ugye régen a fiatalok, mikor felpattantak a villamos hátuljára, akkor így nevezték. Hát ma már könnyen felpattanunk a villamosra, ez teljesen természetes, de régen azért az nem mindig volt így. Mikor alakult ki a személyi forgalom Debrecenben? 1884. október 2-án indult be a gőzvontatású személyforgalom Debrecenben, és ez egy azért fontos dátum, mert hogy az osztrák-magyar monarchia területén először Debrecenben történt meg mindez, tehát mondhatjuk azt, hogy Bécs, Budapest, illetve más magyar nagyvárosoknál jóval hamarabb Debrecenben már ilyen gőzvontatású, úgymond villamosokon közlekedhettek a debreceniek. 1911. március 16-a jeles dátum volt. Ekkor indult el az első villamos a városban. Az egyes villamos a mai vonalon, a Nagyállomás és a Nagyerdő között közlekedett. Ezen kívül 6 másik vonalon is utazhattak a civil polgárok. A lakosok folyamatos tiltakozása ellenére 1970 és 75 között sorra megszüntették a villamosokat. 2014. februárja óta van ismét 2. villamosa a városnak. A korabeli közlekedésről még ma is őriz mementókat a közlekedési társaság a Salétrom utcán. Debrecen ugye nem csak a közlekedésére lehet büszke, hanem azért a lőporgyártásban is tisztességesen kivette a részét. Így van, és nem csak a lőporgyártásban, hanem a salétrom készítésben is. Nem véletlenül állunk most itt egyébként a Salétrom utcán. Ezt salétrom köznek hívták már a 19. század legelején, de vannak arra vonatkozó források, hogy már a 16. században készítettek salétromot itt Debrecenben, és azt is lehet tudni, hogy például a Rákóczi szabadságharc idején Debrecen volt a legfontosabb salétrom készítő bázis az országban. És ami még ehhez érdekes, hogy a Habsburgok, ugyanúgy, mint a törökök kihasználták azt, hogy ezen a környéken, leginkább Debrecenben, illetve a szabolcsi területeken nagyon sok salétrom készítőjét. Debrecenben jó adottságainak köszönhetően 1880-ig gyártották a salétromot. A 16. században a Civisváros látta el az Egri várat is salétrommal. Egykor itt a Salétrom és a Szoboszlói út sarkán egy salétrom főző állt. A mezővárosi, illetve a falusi parasztságnak a salétrom készítés az egy nagyon fontos bevételi forrása volt, tehát jövedelem kiegészítésnek nagyon jó volt. Egyébként a lakószobáknak a talajából nyerték ki a salétromot, amit ugye a lőporgyártáshoz használtak fel utána. Később egy lovassági laktanya létesült a helyén. A meghatározó tevékenység azonban a salétrom készítés volt, ezért őrzi a mai napig is az utca ezt a nevet. Csak nem 4 évtizedes múltra tekint vissza a homokkerti nefelejts hímzőkör, aminek tevékenysége bekerült a debreceni értéktárba. Ma már kiállításokkal és szakkörökkel is igyekeznek a hímzés tradícióját tovább örökíteni. Stábunk az egyik foglalkozásukon járt. Furtai fehér, debreceni szűr és moldvai színpompás minta is fellelhető a homokkerti nefelejts hímzőkör tárházában.
A csaknem 4 évtizede működő hagyományőrző csoport célja, hogy feldolgozza a Kárpát-medence hímzés kultúráját. Tarsoly Andorné szakkörvezetőt a hímzőkör mindennapjairól kérdeztük. A tervet azt megbeszéljük előre, hogy milyen tájegységet dolgozunk fel, és akkor azokat a tárgyakat, amiket készítünk, azokhoz először mindig egy kis mintavarrást készítünk, ami nem egy dronydarab tulajdonképpen, hanem egy használati tárgy készül belőle. Ilyen például ez a kis cipzáros táska is. Bármilyen dolgot bele lehet rakni, és ezen megtanuljuk az öltéstechnikát. És mikor készen van, hogy az öltéstechnikát most már tudjuk, megismerjük, akkor utána jön az a gondolkodás és tervezés, hogy tulajdonképpen ki mit tudna elképzelni belőle. Itt úgy tartják, a tradíciót úgy lehet átörökíteni, ha a gondos munkák nem a fiókoknak készülnek. A lehetőségek tárháza pedig szinte kimeríthetetlen. Azt kis ajándékzsáknak, ezt akár egy italos zsáknak is el lehet képzelni, nyújtófatartóban, különböző szalvéták, illetve kenyértakarók. Gondos kezek alatt készülnek az alkotások, ki a saját ízlésére formálva a darabokat. A díszes munkák persze nem maradnak elismerés nélkül. A moldvai csángó feldolgozásáért tavaly a Kitesszük a szűrét pályázaton Berettyóújfaluba második helyezést értünk el. Berettyóújfaluban 2 évvel korábban a debreceni cifra szűr hímzésének az átrakása úgymond lakástextilre, és a cifra szűrön alkalmazott nyargalás alkalmazása a szélmegoldásnál, ott kiemelt első díjat kaptunk. A hagyományőrzők között van Nagy Imréné is, aki a kezdetektől fogva 1982 óta hímzőkör tagja. A régi időket felidézve azt mondta, még emlékszik, amikor sorra iratkoztak fel a jelentkezők listájára. Ugyanígy ültünk asztalnál, dolgozott mindenki, egy héten egyszer mentünk, 2 orvosszáig voltunk, akkor sok kiállítást rendeztünk. Hát, nagy hével, lével, hogy micsoda boldogok voltunk, mikor megnyitottuk a kézimunkaszakkört. Rengetegen voltak mindig. Mindig szeretettel vártunk mindenkit. Örültünk, ha jöttek, hogy meglássák, hogy mit dolgoztunk. Lányára, aki szintén tagja a körnek, még gyermekkorában ragad rá a hímzés szeretete. A édesanyám, ha kézi munkázott, ő befejezte, én titokban néha elővettem, és akkor folytattam. Az az igazság, hogy olyan egyforma a varrásunk, hogy meg sem lehet különböztetni, hogy ő vagy én készítettük. A családi tradíció anyáról gyermekre száll. Generációkon át. A gyerekek is, a unokák is jönnek. Mama, mit csináltál most? Mit kézi munkáltál? Hát mindent bemutatok nekik. Hát. Mama, ezt mikor csináltad? De még 60-ban csináltam 3-4 párnát, még mindig megvan. A gyerekek mindig mondják, mama, még ez mindig megvan, megbizony. Megbecsülöm, szeretem is őket nagyon. Nem is tudnám megmondani, melyik a legkedvesebb varrásom. Ez az a szellemiség, ami a legfontosabb érték a tagok számára. A tradíció, annak tovább örökítése, és hogy minden darab szeretettel készüljön. A homokerti ne felejts hímzőkör tevékenysége ezentúl része a debreceni értéktárnak. Ez volt a Civis Értéktár. Új adással legközelebb 1 hónap múlva várjuk Önöket a képernyők elé. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.